Hagyományos tiszteletbeli kohászavatás és látványcsapolás is volt szombaton Újmassán, ahol 16-szor tartották meg a fazola napokat. A kétnapos eseményt a Múzeumok őszi fesztiválja programsorozat részeként rendezte meg a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma azzal a céllal, hogy tisztelegjenek az egykori miskolci vasművesség hagyományainak emléke előtt. A Perecesi Bányász Fúvós Zenekar zenés műsora nyitotta meg a 16. fazola napokat szombaton az újmassai fazola kohónál. Az első újmassai kohót még a 18. században Fazola Henrik építette. Az építmény hazánk egyetlen kohóipari műemléke, és Európában is csak három van belőle. A miskolci vasművesség hagyományainak fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében Veres Pál polgármester is. Ahogy a múltunk kitöröletetlen része a Miskolchoz és térségéhez köthető kohászat is, ami nagy utat tett meg az évszázadok alatt a Színva és Garadna völgyében, Fazola Henriktől és az őskohóktól egészen az addig az óriási gyáregyüttesig, amiből története során hajók, hidak elemei, sínek, meg annyi vasipari termék került ki a világ számos pontján. Idén a programok között szerepelt kovácsmesterség bemutató és kézműves foglalkozások, öntészeti bemutató, anyagtudományi játszóház, földtudományi előadás, valamint madártani és gombaismereti bemutató is. A Jezsúból jöttem, és itt nagyon sok minden volt. Voltak madarak, volt itt kama, itt szerveztek az osztálynak, volt itt egy ilyen versenyautó, és minden más ilyen pénzermés, vasból kellett kiönteni pénzerméket, és minden ilyesmi. Ilyen graffiti is volt, és lehetett képeket csinálni. Kisvasúttal érkeztünk, én nagyon jól érzem igazából magam. Ez az egész helyszín nekem nagyon tetszik, szerintem az egész nagyon jó. Volt kamalabda a jézusoknak, volt gyűrűkészítés, volt ilyen olvasztott vas, amiből kiolvasztottak neked egy ilyen formát. 2007-ben rendeztek először fazola napokat az újmassai kohónál. A program célja, hogy a fiatalabb korosztálynak is bemutassák az egykori miskolci vasművesség hagyományait. A bányászokat megirigyelve találták ki a kohászok, hogy mi is ünnepeljük meg magunkat, mi is emlékezzünk, és a Fazola Henrikre és Fazola Frigyesre került a választás, hiszen ők voltak, akik Miskolcon megteremtették a vaskohászatot. Ezzel tették Miskolcot nagyvárossá, hiszen a diósgyőri kohászat a diósgyőri szélre épülve épült fel. Emlékeztünk a kohászatra, igaz, hogy mára már elkopott, 2008-tól megállt a diósgyőri acélgyártás, de még mindig van annyi kohász a városban, akik vagy ott dolgoztak, vagy a leszármazottaik, hogy mindig szeretnék köszönni. A szervezők szerint az idei 16. fazola napok programjaira csaknem 1000-en érkeztek Újmassára a fazola kohóhoz.